A szombaton megrendezett koraszülött virágegyetem kapcsán vendégünk dr. Kelemen Edit, a Bács-Kiskun megyei kórház perinatális intenzív centrumának vezető főorvosa, a Híres Koraszülöttekért közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát már a híradóban is beszámoltunk a hétvégi találkozóról. Milyen élményekkel tértek haza az itt lévő tagok, illetve olyan nagyra nőtt koraszülöttek, akiknek hát lehet, hogy túl sok esélyük nem volt, de hát aztán vannak csodák, kérem szépen. Én azt gondolom, hogy mind a betegeink, mind pedig a dolgozók megtelt szívvel, csomó jó élménnyel tértünk haza. Mindenkinek jó ez a találkozás, jó a betegeinknek, és természetesen nekünk is. Egyébként ez most jutott eszembe, hogy a találkozótól függetlenül szoktak villámlátogatást tenni olykor-olykor régi kicsi koraszülöttek édesanyjukkal, édesapjukkal az osztályon? Hozzánk rendszeresen visszajárnak a betegeink, nálunk az a szokás, hogy mindenki születésnapot jön ünnepelni, illetve pályaválasztás előtt most van egy fiatal úr, Zsombor, aki most közölte, hogy orvos szeretne lenni, és pont erről beszélgettünk egy hónapja vele. De most a várandóság időszaka az tényleg egy igazi rózsaszín kötfelhő. Olykor-olykor azonban próbára teszi az élet a mamát is, a kis bébikét is, az egész családot is. És hamarabb bekerülnek a kórházba, mint gondolnák. Ezt a fajta krízis helyzetet, amikor még nem nagyon akarnának menni a kórházba, mert hogy még nem jött el az idő, hogyan lehet feldolgozni? Hogyan lehet egyáltalán lelket önteni beléjük? Én azt gondolom, hogy ezek a találkozók is arról szólnak, hogy egy kicsit próbáljuk az emberekhez eljuttatni azt, hogy van koraszülés. Sajnos Magyarországon minden tizedik gyerek korábban születik, mint ahogy várták. Ez egy stressz, ez egy trauma, ez egy olyan sok a család részéről, hogy néha sokkal nehezebb a családot egybe tartani, mint magát a koraszülöttet meggyógyítani. Hogyan lehet őket lelkesíteni? Mert azért az ott lévő orvosok, ápolónők, dadák, mindenki, aki létezik és mozog, hogyan tud megújulni lelkileg? Mert azért ez egy nagyon nagy próbatétel. Mert én azt gondolom, hogy a felnőttekkel a legnehezebb, pláne egy aggódó kismamával. Igen, sokkal nehezebb a szülőkkel, mint a gyerekekkel, a gyerekek azt csinálják, amit mi szeretnénk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy aki még nem látott ilyen pici babát, a sok csővel, sok madzaggal, gyakorlatilag nem tudnak mit csinálni a szülők, állnak, bátorítjuk arra, hogy az érintés nagyon fontos, a lehető leghamarabb feladatot kapnak tőlünk, hogy érezzék, hogy rájuk szükség van, és nem csak az édesanyák, hanem az édesapák is. Tehát nem engedjük, hogy a partvonalon nézze, hanem feladatot kap, ő is jön kengurúzni, őt is bevonjuk a mindennapokba. Miért fontos egyébként egy ilyen hétvégi találkozó, ami egyében egyszer van egyébként? Igen, ez a koraszülött világnaphoz kapcsolódó rendezvényünk. Akik egyszerre vannak benn nálunk babák, ugye aki egy héttel, két héttel, egy hónappal idősebb, mint a újonnan felvett koraszülő, anyuka, ugye ők már nálunk mindent tudnak, de itt barátságok szövődnek, egymás segítik, és van, aki csak azért jött több száz kilométerről, hogy találkozzon a volt szobatársakkal, és együtt tudjanak örülni, ugyanis ők sorstársak. Gondolom tartják a kapcsolatot privát életük során is, de amikor bejönnek egy ilyen találkozóra, akkor hogyan élik meg ezek az újszülöttek, akik már ifjak, akik már nagyok, akik már tényleg felcseperedtek stigmaként, vagy netalántán egy olyan építő jellegű közösség tagjaiként, akik igenis igazolták, hogy van helyük a világon és van tennivalójuk. Én azt szoktam mondani, hogy hozzám a születés jogán kerülnek a betegek, de olyan örömben volt részem most szombaton, hogy egy 19 évvel ezelőtt született fiatal urat hozott el az édesanyja. Az édesanyjára emlékeztem, természetesen a nagyfiúra nem, és büszkén vállalta azt, hogy ő nálunk kezdte az életet. De én azt szoktam mondani, hogy mindenki legyen nagyon büszke, mert ő már egy hatalmas harcot vívott, és innentől csak előre szabad tekinteni.
és mindenki vállalja büszkén, hogy ő már sokat dolgozott, és akkor a szülöttség az áldás is lehet. Egyébként élmény beszámolót is tartanak arról a hullámvasutos életről, ami azzal kezdődött, hogy megszületett a kis bébike, és hát gondolom családtörténetek bontakoznak ki. Megbeszélik, meg még bent vannak nálunk, mi tudunk ezekről a hullámvölgyekről, hiszen mi vagyunk ott, akik azért toljuk rendesen, hogy azért fölérjünk arra a domboldalra. Nem csak én, mindenki, van külön mentálhigiénikus szakemberünk, tehát közösen, néha nagyon nehéz. Néha olyan dolgok kerülnek felszínre, amiről azért mi sem álmodtunk, gondoltunk. A mostani világban hát szinte mindenhez pénz kell. Kérdezem én, az egészségügy így is hát nagyon nagy támogatásra szorul, pláne azok, akik bekerülnek a kórházba. De ezek a kis bébikék, a nagyon pici kis kanültől kezdve az egészen parányi kis műtjön-műtjig, én nem tudom most, ez lehet, hogy nem volt szakszerű, de hogy anyagi bázist hogyan lehet egyáltalán biztosítani, vagy hogyan lehet tervezni egyik évről a másikra egy ilyen koraszülött osztályon? Hát ezért jött létre a Híres Koraszülöttekért Közhasznú Alapítvány. Az itt befolyó pénzösszeget, ezt mind a betegeinkre költjük. Tavaly 8 millió forintot kaptunk adományokból, idén 7 milliónál tartunk. A legnagyobb bázis az 1%, úgyhogy itt is szeretném megköszönni, hogy a tavalyi évben 3 millió fölött kaptunk az 1%-okból. És nyilván ezeket szeretnénk a gyerekekre költeni, ez természetesen nem tervezhető, mert a befolyt összegek nagysága, illetve ezeknek az érkezése azért nagyon változó. Az biztos, de most még csak novembert írunk, tehát még mindig van egy adakozó december. Hát, ha ez a pár millió forint, még pár millió forinttal megfiadzana, viszont ami jó hír, hogy a KTE Duna Aszfalt és a korababákról mindig készülnek sztárfotók. És ezzel kapcsolatban össze is állították már a 2020-as naptárt. Milyen volt a fogadtatása? Én azt gondolom, mindkét részről, mind az osztály, mind pedig a kosaras fiatal emberek részéről is nagyon jó volt. Mindenki tanul ilyenkor a másiktól. Azért ők sem láttak még ilyen pici babákat, és mérhetetlen alázattal viseltettek ezek a sportolók. Nagyon büszkék voltak a szülők, hogy az ő gyermekük ebbe a naptárba szerepelhet. De azt gondolom, hogy egy üzenet, ez egy pozitív üzenet Kecskemét felé, mindenki felé, ugyanis ezzel tudják támogatni a mi munkánkat, ezeknek a naptároknak a megvásárlásával. A fiatal sportolók mellett vannak-e cégek, akik segítőkezet nyújtanak? Mindig van, aki tud segíteni, nyilván ennek a nagysága változó, tehát nagyon szeretnénk, hogyha többen tudnának bennünket támogatni, illetve tervezhetőbbé válna az alapítványnak a jövedelme. A híradóban is elhangzott, hogy 5 millió forint értékű készüléket sikerült megvenni, valamint egy melegítő ágyat beszerezni. Hát mi a következő beruházás, amire gyűjtenek? Mi nagyon sok pénzt költünk egyszer használatos eszközökre, tehát azt mindenki tudja, hogy a kórházakban vannak kórházi fertőzések. Nálunk nincs, de ez iszonyatos sok pénzbe, rengeteg munkába kerül. Az alapítvány által befolyt összeg egy része ezekre megy el, illetve amiből, tehát a gyerekorvosok, a neonatológusok úgy vannak kitalálva, hogy mindenből a legjobbat szeretnénk, és nálunk annyira gyors a fejlődés, hogy mindig jönnek újabb készülékek, ami ha csak egy kicsit is többet tud segíteni ezeknek a koraszülötteknek, akkor mi ezt szeretnénk. Úgyhogy mi nagyon sokba kerülünk. Hát bízom benne, hogy az a stáb, aki életét kockáztatva, idegrendszerét, jóindulatát és minden egyebet elővéve a lehető legjobbat gyújtja, és megváltoztatja a családok életét, és bearanyozza a családok életét. Jó egészséget kívánok önöknek, fáradhatatlan és lelkesítő munkát kívánok önöknek, és sok sikert. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióban. Nagyon szépen köszönjük, én köszönöm.